Merkuriban október 22-én letette esküjét a polgármester és a képviselőtestület. Az elmúlt évektől eltérően ebben az évben az alpolgármestert és a képviselők javadalmazását sikerült, viszont a bizottságokat már nem sikerült megválasztani. Az alakuló testületülésen több alkalommal a választások idején kialakult ellenségeskedés jelei mutatkoztak, ami ha a jövőben továbbra is így marad, nagyon megnehezítheti a testületi munkát, és akár úri fejlődése is megkérdőjelezhetővé válik. Jellemezte az ülés hangulatát, hogy a polgármesterrel szemben álló jelenlegi ellenzéki képviselők még azt a bizottságot sem szavazták meg, amelynek elnöki tisztségére Bartus Sándort, a választáson polgármesterként is induló, megválasztott képviselőt kérte fel Haraszt Imre. Akkor kezdjük meg, én az oktatási kulturális tor, elnök Bartus Sándor, Csontos István, Szvercsek László, Kovács János, Solti Tamás, ez az öt egyszerre, és utána jön hozzá Lakosné és a Papkálmán a következő ülésre. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással nézze. Köszönöm, 3-4. Pénzügyi bizottság. Elnök Szvercsek László, Lakosné Széchenyi Bernadett, Csontos István, Fejő Zsófia, Méri Zoltán, Süli Dániel, Tótné Sas Krisztina. Aki ezzel egyetért, kérem a kézfenntartásra jelezze. Köszönöm szépen, a hagyományoktól eltérő volt az is, hogy Solti Gábor alpolgármester ettől az évtől nem kíván lemondani társadalmi megbízatása után járó illetményéről, ami 278 ezer forint plusz annak járulékait jelenti. Én most úgy gondolom, hogy most nem mondani kell róla. Nyilván azért nem nevesíti a törvény, hogy ez összegszerűen mennyi, hiszen minden település számláló, polgármesteri jelentmény másik. Jó, akkor azt nevesítsük, hol van az illető megalapítása. Akkor 50%-ban, a polgármesteri jelentmény 50%-ban. Csontos István képviselő javaslatára ettől az évtől a képviselők is javadalmazást szavaztak meg maguknak. Az 50 ezer forint plusz járulékok juttatását a képviselő így indokolta. Én kezdeném, mert régen is általában azért mindig ott hozzáfűzni való, most is lenne, azt mondták 5 évvel ezelőtt az előző ciklusban, hogy ez igazából nem jár, de lehetne róla. Akkor mi kértük az akkori képviselőkkel, hogy különítsük el az összeget, amennyire lehet. Sőt, az előző ciklusokban is volt ilyen, például emlékszem, hogy utána beolvadt a költségvetésbe, hogy ezt minden képviselő a saját belátása szerint költhesse bármilyen jótékonyságra, például egy óvodában, egy kerítésfelújítás, egy játék, egy bármi egyéb. Más önkormányzatoknál is van egy ilyen keret, vagy van egy havi tiszteleti. Ezt javasolnám én, amennyire lehetséges, hogy azért ezt próbáljuk meg valahogy most tiszteletben tartani, mert ha csak gombát nézem, ott 50 ezer forint volt, 6 darab képviselőre vetítve, ez havi 300 ezer forint, az 5 év alatt az pont egy ilyen utcát tudnánk leaszfaltozni ebből a pénzből, hogy ezt miért teszi az ember, mint amit csináltunk a Szentes Pálinkot. És akkor azt legalább elmondaná az ember, hogy ezért dolgoztunk itt jó szándékkal a faluért. Köszönöm.
Az alakuló ülést követően Haraszt Imre polgármestert és úri jegyzőjét kérdeztük. A jövőben úgy gondolom, hogy ez a dolog azért helyre fog jönni, mert én úgy gondolom, hogy ők is belátják azt, hogy ez a viselkedés, ez a hozzáállás, ez nem egy úri polgárhoz való, mert én úgy gondolom, hogy együtt kellene, hogy csináljuk ezeket a közös munkákat, együtt toljuk a szekeret, és mai pillanatig még nem azt látjuk, hogy együtt szeretnének dolgozni. Tehát én úgy gondolom, hogy azokban a kérdésekben, amiket be nem tudtunk megegyezni, én 2002 óta még ilyet nem tapasztaltam, tehát nekem egy kicsit furcsa volt a helyzet, de fogok igazodni az új helyzethez, és meg fogjuk oldani ezt a problémát. A mai napon a képviselőtestület az igaz, hogy megalakult, de a bizottságok megalakítását nem tudtuk létrehozni. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon korrekt javaslattal jöttem elő a bizottságok felállásánál. Három bizottságot kell, hogy felállítsunk, pénzügyi bizottság, oktatási és szociális bizottságot kell felállítsunk. Sajnos azt a felállást, amit én javasoltam, pedig az ellenzék minden tagját beletette minden bizottságba, nem fogadták el, és így új ülésre kerül a sor, új testületi ülésre kerül a sor, ahol bízom benne, hogy el fogják fogadni. Meglepetés volt számomra, hogy 2002 óta ilyenre még nem volt példa, hogy a képviselőtestület és az alpolgármester úr is tiszteletdíjra tartott igény. Ez a tiszteletdíj az alpolgármester úrnál 278 ezer forint plusz járulék, a képviselőknél pedig 50 ezer forint és járuléka. Két képviselőnk, Szvercsek László és Bakosné Széchenyi Bernadett nem tartott igényt a tiszteletdíjra képviselőink közül. A többi négy képviselőnk az igenis tiszteletdíjra igényt tartott. Én úgy gondolom, hogy a következő évi költségvetésbe ezt, ha úgy szeretnék, be is lehet tervezni, de az idei évben nem tudom, hogy ezeket a költségeket honnan veszük elő, mert ugye egy költségvetési évre tervezünk, de hát remélem, hogy meg tudjuk ezeket a problémákat oldani. Bízom benne, hogy a jövő heti testületi ülésen, ami egy hét múlva a kedden lesz, meg tudjuk alakítani a bizottságot, vagy legfeljebb a pénzügyi bizottságot, hogy el tudjon indulni az önkormányzatnak a működése munkái. Mert rengeteg függő dologgal állunk szembe. A mini bölcsödénk beruházást már körülbelül egy hete tudtuk volna kezdeni, csak vártunk az alakuló ülésre, de mivel ez igazából nem történt meg, én nem tudom, hogy mikor fogjuk tudni elkezdeni ezt a munkálatokat, hogy a jövő évben be is tudjuk fejezni. Nagyon sok futó pályázatunk van folyamatban. Én azt kívánom magunknak, hogy minél előbb alakuljunk meg, minél előbb tegyük rendbe ezeket a dolgokat, és tudjon az önkormányzat határozottan, stabilan működni. Jegyzőasszony, az imént véget ért az úri alakuló testületi ülés, és nem mindenben, gyakorlatilag szinte semmiben nem sikerült megegyezni a bizottságokat illetően. Mit jelent ez valójában? Mennyire kötelező, hogy megszülessenek a bizottságok egy alakuló ülésen? A pénzügyi bizottság megléte elengedhetetlenül fontos. Fontos ez azért is, mert ezután jönnek még, várnak a bizottságokra, illetve a képviselőtestületre olyan feladatok, mint a 3/4 éves költségvetés elfogadása, a zárszámadás elfogadása, illetve a legközelebbi ezt követően majd a képviselőtestület, illetve az önkormányzat költségvetésének elfogadása. Abban az esetben, ha a pénzügyi bizottság nem tud megalakulni, abban az esetben lehetnek problémák. Ezek a problémák nem csekély mértékűek, hiszen ha a költségvetés elfogadásra nem tud kerülni, záros, meghatározott időn belül, abban az esetben az község nem kap normatívát, magyarul a működésre nem lesz pénze. Úgyhogy a legfontosabb a pénzügyi bizottság megalakítása, mert ez kötelező 2000 fő lakosságszámú település esetében. A többiekkel lehet még várakozni, de azok is fontosak, hiszen az önkormányzat eddig is úgy működött, hogy három bizottsága volt. A bizottságok közül ugye a pénzügyi bizottságot emelte ki. Mennyi ideje van a testületnek, hogy mégis közös nevezőre jusson, és a pénzügyi bizottság a tényleges valós munkát el tudja kezdeni itt úriban? Úgy ítélem meg, hogy a november végén tartandó ülésünkre mindenképpen meg kell, hogy alakuljon.